Ahogy sok minden, a kedves gesztusok és az illem is változott az elmúlt évtizedekben. Amit napjainkban az idősebb korosztály még egyértelműnek tart, unokáiknak már ismeretlen. Ők máshogy értelmezik az udvariasságot és a lovagiasságot. Az elfeledett és az új illemről, valamint a hiányzó és elhagyható szabályokról kérdezzük vendégünket, Micski Marianna, nemzetközi protokollszakértőt, üzleti kommunikációs tanácsadót. Jó estét kívánunk! Jó estét kívánok! Ön szerint mennyire fontos a viselkedés kultúra megismerése? Hát nagyon bízom benne, hogy nincs az az időszak az életünkben, az emberiség életében, amikor ez ne lenne fontos. Ebben élünk, ebben létezünk, szűkebb társadalmi közegünkben, tágabb társadalmi közegben. Gyakorlatilag a viselkedés kultúra határoz meg egy kicsit minket, illetve hogy mennyire vagyunk elfogadhatóak a saját közegünkben, a társadalmi közegünkben, és hogy egyáltalán milyen a mindennapi életünk. Tehát a viselkedés kultúra az mindig velünk van. Én szoktam mondani, hogy viselkedni nem reggel 8-tól este 5-ig kell. Tehát nem munkahelyen kell, nem csak egy bizonyos közegben, nem csak a családban, hanem gyakorlatilag ez egy életforma. Én ahhoz szoktam hasonlítani, mint a diéta, hogy az időszakosan nem működik. Tehát vagy egyszer azt mondja az ember, hogy életmódot váltok, vagy viselkedést váltok, és megpróbálok így élni egész életemen keresztül, vagy ezek az időszakos dolgok, ezek nem működnek. Tehát én nagyon bízom benne, hogy egyre jobban egyébként a mostani életünkben, a mostani világban, én úgy gondolom, hogy különösen fontos, hogy újra tanuljuk ezeket a szabályokat, hiszen ezek megvannak, csak egy kicsit fel kell őket eleveníteni. És melyek ezek az alapszabályok, amiket feltétlenül be kell tartanunk? Hát nézd, a viselkedés kultúra az nagyon tág fogalom. Ugye az illem etikett, a protokoll, a diplomáciai egészen széles skáláját ismerjük a viselkedés kultúrának. Én nagyon boldog lennék, és nyilván nap mint nap ezt is tanítom, ezt is mutatom, így is próbálok élni, hogyha már csak abban odafigyelünk, ami a mindennapi életünk, hogy köszönünk egymásnak, vagy köszönünk egyáltalán egymásnak, hogy van az üdvözlés, hogy egy kézfogás, hogy egy átadjuk-e a helyünket a buszon az idősebbeknek. Ugye a protokollban van egy úgynevezett hármas szabály, ez a rangnemkor szabálya, hogy ennek megfelelően vissza tudjuk-e idézni, amikor a szüleink azt mondták, hogy az idősebbeknek köszönj, add át a helyedet az idősebbeknek, vagy a hölgyek tisztelete. Ez is egy picit olyan gyengébb lábakon áll manapság, vissza kellene hozni ezeket a szokásokat az életünkbe. Ugye sokat változott a világ, akár csak az eltelt évben, és a viselkedési szokások is ennyit változtak? Természetesen azért, ahogy modernizálódik a világ, és ahogy a nyelvünk is változik, egy picit a viselkedés kultúra is, nem is azt mondom, hogy változik, megengedőbb. Tehát nyilvánvalóan azért a század előbe nem ugyanazok voltak az elvárások, vagy nem, mint ma. Ma nem biztos, hogy megszólnak valakit azért, mert vagy a kalapot hord-e, vagy kesztyűt hord-e, vagy tényleg a hölgyek öltözködése, vagy egyáltalán. Megengedőbbek vagyunk. Én nem gondolom, hogy változik. Természetesen, hogyha magas szintű protokollról beszélünk, akár egy királyi család protokolljáról, hát az több száz éve ugyanaz, és valószínűleg maradni is fog, attól függően, hogy azért az is modernizálódik, de az alapszabályokat én úgy gondolom, hogy teljesen mindegy, hogy melyik időszakról beszélünk, az az egész életünket átöleli. Ezek egyébként később korrigálhatók? Hogy értve? Hát, hogyha valakiben nincsen meg az alapvető illemszabály, na, nem úgy születünk, hogy tudjuk. Igen. Természetesen sokkal szerencsésebb helyzetben vannak azok, akik egy olyan családból jönnek, ahol ezek generációról generációra szépen át vannak ültetve. Mert ugye, ha megnézünk egy század előtt filmet, és látjuk, hogy hogyan kezelik a hölgyeket, vagy hogyan tárgyalnak egymással az emberek, valószínűleg nem jártak protokoll tréningre, hanem tudták, mert ezt látták az apukától, ezt látták a nagypapától. Tehát egy ilyen gyakorlatilag megfigyelés útján tanulták meg. Ma ez már sajnos nincsen, vagy legalábbis nagyon ritkán látjuk. Van, létezik, tehát ma is vannak azért olyan családok, ahol egy iskolából kijövő gyermeknek gyakorlatilag kész férfiként, gentlemanként tud működni az életébe, de sajnos ők vannak kevesebben. Aki viszont felismeri azt a tényt és azt a lehetőséget, ami ebbe rejlik ebbe az egész tudásba, hiszen ma már a szakmai tudás
nem elegendő. Ma már az, hogy valaki magas szinten űz egy szakmát, az ahhoz, hogy sikeres legyen, nem elegendő. Ha nem tudja mellé tenni azokat a viselkedés kulturális szabályokat, azokat az elvárásoknak nem tud megfelelni, akkor sajnos lesz egy ilyen üvegplafon, soha nem tud egy bizonyos pontot átlépni, mert a társadalmi elfogadottsága, a hitelessége, az sajnos csorbát fog szenvedni. Mennyire lenne fontos akkor az iskolában tanítani ezeket a szabályokat? Hát én körülbelül 20 éve próbálkozom ezzel, kevesebb sikerrel, azt kell mondanom. Amíg valamilyen hiányérzetet nem tapasztalunk, addig nem tartjuk fontosnak annak a létét. Én úgy gondolom, hogy most szerintelenség nélkül azt szoktam mondani, hogy ha így folytatódik, nekem életem végig lesz munkám. Tehát sajnos ma olyan társadalomban élünk, ahol nagyon nagy szükség lenne, és hogyha ezt gyerekkorban el tudják sajátítani, vagy el tudnánk sajátítatni a gyerekekkel, akkor egy sokkal boldogabb, sokkal kiegyensúlyozottabb, és sokkal sikeresebb társadalomban tudnánk élni. A digitális eszközök megjelenése milyen változásokat hozott? Hát nem segítette. Nem segítette, nem csak maga az, hogy nincsen kapcsolatunk, hanem nem tudnak ezzel a helyzettel mit kezdeni az emberek. Még akár magas szinten is a diplomáciában, a politikai életben, amikor azt látom, hogy a kézfogás helyett vannak ilyen könyök, meg ökörzés, igen, csukló, meg stb. Borzasztó látni. Tehát megvannak azok a lehetőségek, nézzünk ki a világba, tekintsünk ki, nézzük meg azokat a kultúrákat, ahol eddig sem volt az üdvözlésnek a része a testi kontaktus. Tanuljunk azoktól a kultúráktól, ahol egy meghajlás, egy fejbiccentés elég volt ahhoz, hogy valakit tisztelettel köszöntsünk. Tehát ezek a fajta, már bocsánat, hogy ezt mondom, idétlen megnyilvánulások, ezek nem segítik azt, és sajnos azt látom, hogy fentről lefelé bűzlik a haláltalába. Tehát ezt fogják átvenni az átlag ember is, hiszen azt látja, hogy ők így csinálják, akkor az biztos jó. Tehát semmiképpen nem segítette, viszont én nagyon bízom benne, hogy ha túl leszünk ezen az egészen, akkor viszont fel fog értékelődni az, hogy az emberi kapcsolatoknak normális esetben hogy kéne zajlania. A vírushelyzet az hogyan alakította át a viselkedési szokásainkat? A vírushelyzet úgy, mint egyébként az internet világa, hogy sokkal gyorsabban jött, mint ahogy fel voltunk rá készülve. Ugye, hogyha az internetről beszélünk magáról, akár ha a kommentelésekről, akár egy online viselkedésről beszélünk, az egy olyan helyzet, amivel nem tudnak emberek mit kezdeni, nem tanították meg őket arra, hogy hogyan kommunikáljanak az online térbe. Ugye, mivel ez egy viszonylag arctalan, semmit mondó profil képek mögé bujkálva felbátorodunk, na ez megint nem segíti, főleg az egymásnak a bántását. Tehát az, hogy tisztelettel beszéljünk egymással, egymásról, az, hogy hogyan kommunikálunk, mert nyilván a viselkedés kultúrának egy nagyon fontos része maga a kommunikáció, hiszen nincs olyan, amikor nem viselkedünk és nem kommunikálunk, és ez teljesen mindegy, hogy ez online térben van, vagy nem. Én szoktam mondani, hogy azt mondd el az online térben, amit személyesen is elmondanál valakinek, ha ott állnál vele szembe. Ha ezt te felvállalod, bevállalod, akkor hát nem hajrá, de legyen. És hogy hol sajátíthatók el ezek a szabályok? Vannak-e könyvek, esetleg tanfolyamok? Természetesen vannak, iskolák is vannak erre, hát sajnos ugye iskola utáni iskolák, tehát posztgraduális képzések, illetve tanfolyamok, sajnos az OK-s képzések megszűntek erre vonatkozóan, de nagyon jó magyar és nemzetközi könyvek is vannak ezzel kapcsolatban. Úgy gondolom, hogy ha valaki nyitott erre, és ráérez az ízére, és arra, hogy micsoda lehetőség rejlik abban, hogyha egy szakmai tudás mellé teszek egy erős viselkedési mintát, kommunikációt, akkor az nagyon gyorsan óriási sikereket tud elérni, akár a könyvek, akár az online tanfolyamok, akár az iskolák segítségével. Így legyen. Nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadta a meghívást. Köszönöm szépen.